zsinórban 9 meccsen kaptál most a lehetőséget az NB2-ben, és mindösszesen 3 gólt kaptál. Úgy gondolom, hogy ez egy csapatmunka, hogy ilyen kevés gólt kaptunk az elmúlt 9 fordulóban. Én is hozzá akarom tenni a részemet, de ugyanúgy a játékos társak is, az előttem a védők, a középpályások és a csatárok is kiveszik a részüket ebből, hogy ilyen kevés gólt kapunk. Úgyhogy hála Istennek megvan a csapategység, és reméljük, hogy ez így lesz továbbiakban is. Ugye az első 10 fordulat azt a kispadról nézted? Az egy nehéz időszak volt számomra, mert minden játékos játszani akar. Aztán ott volt 3 meccs, amikor úgy zsinórba nem jöttek az eredmények, és a mester úgy döntött, hogy bizalmat szavaz nekem. És hála Istennek benn maradtam a kapuba, és azóta minden héten azért teljesítek, és úgy próbálok játszani, hogy a következő héten is én játszak. Ugye ezt mondjuk el, hogy te kölcsönbe vagy itt a Videotontól, hogy jött a döntés, hogy ide, hogy ezt a szezont itt töltsd? Hát a Révész Attila megkeresett, meg előtte itt nekem a Virág István és a akkori kapusedző a Szergely láttak rólam egy videót, és az alapján kerestek meg. Ez volt áprilisban, és akkor úgy alakult, hogy augusztusban ide tudtam jönni kölcsönbe. Örülök neki így utólag, hogy ide kerültem. Nyilván, mivel kölcsönbe jöttem, ez nem csak rajtam állt az egész, hanem a Videotonon is múlott, hogy ide fogok jönni, vagy nem fogok ide jönni, eljövök kölcsönbe, nem jövök ki, de hála Istennek a Videoton elengedett kölcsönbe, és most örülök, hogy itt vagyok Kisvárdán. A Videotonnál jelenleg válogatott kapus van, úgyhogy oda elég nehéz van, és úgy gondolom, hogy jó teljesítmény nyújt, illetve Horváth Tomi szintén korábbi válogatott kerettag van ott, úgyhogy persze nehezebb lehetőségem lenne. Szívesen játszanék a Videotonba is, hogyha a lehetőség úgy adódna. Ugye az utánpótlás válogatottban is kaptál néhányszor meghívót, nehéz bekerülni a válogatottba? Nagy a konkurencia itthon? Hát úgy gondolom, hogy kapus téren elég jól állunk, hála Istennek, és a szövetségi edzők válogatnak, és az ő ízlésüknek, hogy a korosztályos válogatott mit szeretne játszani, milyen stílus szeretne játszani, és hogy abban én beleférek-e, vagy nem férek bele, vagy ahhoz én vagyok a megfelelő kapus, hogy azt a szerepet én nyújtsam be, ahhoz pedig a megfelelő szakemberek döntik ezt el, úgyhogy persze nehéz bekerülni, és ők döntik el, hogy melyik képességek azok, amik szükségesek ahhoz, amit ők keresnek egy kapusba, a saját csapatukba. De azért cél az, hogy válogatott legyél? Persze. Úgy gondolom, ez minden magyar játékosnak cél, hogy nemzeti 11-ben játszani tudjon, és nekem is célom. De úgy gondolom, hogy nekem ezzel különösen nem kell foglalkozni, nekem csak a dolgomat kell tenni, és aztán meg az aktuális szakemberek döntik el, hogy szükség van a munkámra, vagy nincs szükség. Mennyit fejlődtél Kisvárdán? Hát úgy gondolom, hogy sokat, de ez minden helynek a jelentősége, hogy az ember mennyit fejlődik ott, és az emberen is múlik, hogy mennyire adja bele magát a munkába, és én bele akarok adni mindent itt is edzéseken is, és így úgy gondolom, hogy megfelelő hely arra, hogy fejlődni tudjak. Mit gondolsz, megnyerhetitek az NB2-t? Hát nekem nyilván álmom, de hát én játékos vagyok, aztán hogy mi a realitás, az majd kiderül, de hát úgy gondolom, hogy minden csapatnak az a célja, hogy bajnokságot nyerjen, aztán azért elég hosszú a bajnokság ahhoz, hogy ez kiderüljön, hogy reális vagy nem reális, majd meglátjuk, de én szeretném megnyerni az NB2-t természetesen.